eljöttünk az ügyészségre, ugye a hatalomnak az egyik bástyája az az ügyészség, és elmúlt tulajdonképpen 28 évnek egyik leggyalázatosabb jogi döntése volt az, amikor elutasították a feljelentésünket az alapján, vagy abban az ügyben, amikor minket fizikai erőszakkal eltávolítottak a hatalom másik bástyájából, a Magyar Televízióból. Egészen elképesztő jogi érveléssel, és ebben ez a legijesztőbb, hogy egészen abszurd jogi érveléssel utasították el a feljelentéseinket. Talán számomra még döbbenetesebb, hogy azt a feljelentést is elutasították, amiben mi a rendőrséget panaszoltuk meg. Miért nem segített a rendőrség, legalábbis miért nem jött be a rendőrség megnézni, hogy mi történt ott. Ebben az ügyben ma iratokat szerettünk volna megtekinteni. A mai jog szerint még a sértetnek van joga egy nyomozás iratainak a megtekintésére. Mivel egészen abszurd jogi érvelésről van szó, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy itt milyen idézőjeles nyomozás vagy nyomozati előkészületek zajlottak. Hát részeredményt értünk el, elég nagy volt a meglepetés itt, hogy megjelentünk, nem tudom, hogy mintha azt gondolták volna, hogy ezt annyiba hagyjuk, de végül annyit sikerült elérnünk, hogy egy hetet kértek, hogy átnézzék, hogy mi az, amit nem nézhetünk meg, és elvileg egy hét múlva valamilyen papírokba majd betekinthetünk. Itt tartunk most egyelőre. Mindenkit szeretettel üdvözlünk, itt vagyunk Varjú Lacival és a Hadházi Ákossal, itt van a nagy csapat az ügyészség előtt. Mi vagyunk azok, akik ma eljöttünk ide, azért, mert nem fogjuk annyiba hagyni. Tehát én innen üzenem a Fidesztek, hogy ha azt gondolják, hogy ez a történet ennyi volt, akkor nagyon tévednek, ennyivel minket nem lehet leszerelni. Ami történt, megtörtént, és országvilág láthatta, hogy nem a mi gyomrunk rúgott vissza az ő térdükbe, ahogy szokták mondani, hanem ők voltak azok, akik ennek a képviselőtársamnak a lábát csavargatták, ráültek, és ami Hadházi Ákossal történt, azt is világosan lehetett látni. Annak ugye én részvevője is voltam, hiszen ott álltam az Ákos mellett. Nem, hogy országgyűlési képviselőkkel nem bánunk így, de senkivel nem bánunk így egy közintézményben. És ráadásul én ragaszkodom ahhoz, hogy mi nem brahiból mentünk oda, hanem azért, mert képviselők vagyunk, és emberek vannak mellettünk és mögöttünk. És mi azokért az emberekért mentünk oda, és megyünk oda, mert mi azt akarjuk, hogy a köztévében rendes hírek menjenek. Hogy arról szóljon ott az adás, amiről a világ is szól körülöttünk, és nem pedig egy alternatív univerzum legyen, narancsköddel megtöltve, ahol az emberek agyát kimossák, hogy utána a Fideszre szavazzanak. Ez a célunk. Az, hogy ők így reagáltak, az viszont most már jogi ügy részünkről. És igen, ahogy Ákos is elmondták, hogy rengeteg adat van, mindenféle felvételek, meg iratok, meg tanúvallomások, hát akkor szeretnénk ezeket látni. Jogunk van hozzá, és jövő szerdára kaptunk egy időpontot, amikor elvileg mindent elénk fognak tárni. Kíváncsian várjuk, itt leszünk. Akkor is, ahogy most is itt vagyunk, és én azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében mondhatom, hogy ezt a küzdelmet nem fogjuk abba hagyni, és most átadom a szót Varjú Lacinak. Sziasztok! Nem fogjuk abba hagyni, világos. Kunigunda utca után, a tévé után most itt vagyunk az ügyészség előtt. Akkor már egyszer megmondtam azt, hogy azt ígértem mindenkinek, hogy egyszer a földre levihetsz, de ne várd meg, még felállok. Most felálltunk, itt vagyunk, és a magunk igazát ki fogjuk követelni. Mindenkinek az a dolga, hogy igenis azt, amit látott, azt a valóságnak megfelelően ítélje meg. Legyen olyan ügyész, legyen bátorsága ahhoz, hogy a valósággal szembesüljön, de ehhez úgy tűnik, hogy arra is szükség van, hogy a papírokat közösen is megnézzük, mert ők mintha egy más világban élnének. Mi azt gondoljuk, hogy igenis abban a tévében, ahol mindenkinek van joga elmondani a véleményét, és ahhoz is jogunk van, hogy akár az ügyészség, akár a bíróság előtt kiköveteljük magunknak a magunk igazságát. Éppen ezért nem csak itt ma, hanem azt is tudom nektek mondani, hogy már pénteken este 17:30 Újpesten is várunk benneteket, tüntetni fogunk azért az igazságért, amit mi mindannyian követelünk. Gyertek, aki csak tudtok, gyertek oda, és legközelebb a papírokért pedig itt találkozunk az ügyészség előtt. Egyetlen szót hagy mondjak, mert még azok is, akik tudják, hogy mi folyik ebben az országban, néha nem értik, hogy miért vagyunk itt, és miért nem lehet ezt az ügyet annyiba hagyni. Van, aki azt mondja, hogy hát úgy is tudta mindenki, hogy nem lesz jogi következmény.
Azonban az az érvelés, az a jogi érvelés, amit megengedett magának az ügyészség, az mégis egy nagyon komoly szintlépés az elmúlt évtizedekhez képest. Itt már nem arról van szó, hogy picit úgy igazítgatnak a jogszabályokon, hanem gyakorlatilag lábbal tiporják a jogszabályokat, és országgyűlési képviselőknek, hivatalban levő országgyűlési képviselőknek a jogait tiporják lábbal. A legsúlyosabb pedig ebben az ítéletben az, hogy tulajdonképpen megüzeni a ügyészség, megüzeni a rendőrség, hogy ők nem fogják megvédeni, az országgyűlési képviselők nem fogják megvédeni és az ellenzékieknek a fizikai, a testi épségét. Tehát nem fognak megvédeni minket az agresszió ellen, és egy nagyon-nagyon súlyos döntés, és azért vagyunk itt, hogy ennek a hátterét pontosan lássuk, kik azok, akik ebben a szégyenteljes jogi döntésben részt vettek, és milyen alapon tették meg. Természetesen le akarjuk leplezni ezt az idézőjeles nyomozást, hiszen nincs készségünk arról, afelől, hogy gyakorlatilag itt semmilyen nyomozás nem zajlott, egy gondolkodás zajlott, hogy mit mondjanak erre a rendkívül kínos ügyre. Egy biztos, hogy ahogy így most beszéltünk és élőztünk, itt mögöttünk mentek, hogy aki készítik a felvételt, rengeteg ember ment mögöttük, és nagyon sok biztató pillantást kaptunk. És dudáltam. Így van, dudálást is kaptunk. És ezt nagyon fontosnak tartom kiemelni, mert mi ebből erőt kapunk. Szóval a fideszes trollok örömteli számomra, hogy elszaporodtak az oldalamon, mert ez azt jelenti, hogy figyelik a munkánkat, és aggódnak. És aggódhattak is, mert... Hoppá, hoppá, hoppá! Jó egészséget! Kormányváltást! Na ilyen is van, ilyen is van, és erről a Fidesz tehet, mert a gyűlölet csiráit ő ültette el az országban, és ő szakította ketté ezt az országot. Senkinek nem lehet megkérdőjelezni a nemzethez való tartozását, és az országgyűlési képviselőknek joga van ahhoz, hogy bántalmazás nélkül végezzék a munkájukat. Bent, amikor kicsit beszélgettünk, én mondtam a képviselőtársaimnak, hogy igazából mi csak egy interjút akartunk a köztévében. Ennyi volt, egy közrádióban vagy a köztévében akartunk egy interjút. És most ott tartunk, hogy jövünk ide az ügyészségre, mert látni akarjuk azt a rengeteg dokumentumot, amit ők mind összenyomoztak annak érdekében, hogy megtudjuk azt, hogy pontosan mi történt itt nyomozás címszó alatt. Na mindegy, egy szó mint száz, van itt minden, mint a jó volt van, viszont itt vagyunk, nem magunkért elsősorban, hanem azokért, akiket képviselünk. Mert ez az ügy, ez nem a mi ügyünk, ez mindenkinek az ügye, aki az ellenzékre szavazott, és az ellenzékkel van. Sőt, tovább megyek, ez a kormánypárti szavazók ügye is, mert a szabad közmédia az mindennek az alapja. Az minden szabad országban az alap a közmédia. És azt gondolom, hogy mindannyiunknak az az érdeke, hogy egyetlen pár se tenyerelhesse rá a közmédiára, sajátíthatja ki azt a csatornát, amit adófizetők pénzéből tesztek össze. És a köztévé kamerája most nincs is itt, de itt vagytok ti. Ti figyeltek rá, adjátok tovább. És tudjátok, legközelebb találkozunk itt szerdán, akkor majd megnézzük a dokumentumokat is, hogy mi alapján döntöttek, mert én is azt gondolom, hogy inkább egy gyorsított eljárásban úgy döntöttek, hogy ezt itt ők befejezik. De mi ezt nem hagyjuk, szót emelünk, értetek is, és azért, hogy az igazság legyen mindenki előtt világos. Gyertek, figyeljetek, kövessetek bennünket, figyeljetek ránk, és ha lehet, akkor csatlakozzatok hozzánk, mert Újpesten az Városháza előtt, ott leszünk pénteken fél hatkor. Egy szót még, ha már így a reklám a végén. Nem, megyünk most Salgótarjánba, megyek én, aláírásokat gyűjtjük az Európai Ügyészség mellett. Nincs kétségünk afelől, hogy ezt a hatalom bástyáját nem nagyon könnyen fogják adni, akkor kerüljük meg a hatalom bástyáját, gyűjtjük az aláírásokat az Európai Ügyészségért. Ezek ellen, az egészen súlyos visszaélések ellen az Európai Ügyészség nem gyógyszer, azonban az Európai Ügyészség gyógyszer arra, hogy az európai támogatásokat ne tudják mértéktelenül ellopni, és ebből ne tudják kifizetni az embereiket. Köszönöm, ha gyűjtenek és segítenek ebben is. Segítünk, csináljuk. Így van, csináljuk. Együttműködésben hadizzadjon a Fidesz, igaz? Viszontlátásra. Sziasztok, köszi.